Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt. Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére. És tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Kedves Tibor, én azt gondolom, hogy mindenkit meghatároz a környezete, ahol megszületett, ahol felnőtté vált. És ilyen szempontból fontos, hogy milyen hatások érnek, milyen inspirációk a papok által, az apostolkodás által, a templom által, a templomi atmoszféra. Hogy élted meg te gyermekkorodat? Búcsúzántászon lakom, ez egy Mária kegyhely, és azt mondhatnám, hogy fiatalkoromat igenis meghatározta. Nevelőszülőknél lakom, és mondhatom azt, hogy az isteni gondviselés talán akkor is befolyásolta életemet, hiszen olyan nevelőszülőkhöz kerültem, akik vallásosak voltak, akik megtanítottak mindarra a hitre és vallásra, ami, az, ami úgy gondolom, hogy a keresztény embernek igenis fontos. És életemet nagyon befolyásolta, hogy ebben az időben ferences atyák voltak, akik tartották nekünk a hittanórákat, és mindig is visszaemlékszem azokra az órákra, amit az atya tartott. És talán az én hivatásom is ott kezdődött el, hiszen a hittanóra alkalmával tette föl Antal atya azt a kérdést, hogy kinek van kedve eljönni, minisztrálni ebben a kegy templomban. És hát hazamentem, elújságoltam ezt a hírt, és a szüleim azt mondom, hogy nem óckodtak ettől, hanem igenis támogattak. Akkor hány éves voltál, amikor elkezdtél minisztrálni? Hát hetedik osztályos voltam. Hát akkor már az ember komolyabban szokta venni. Nekünk van ilyen hegyi birtok, és általában így a falusi életet meghatározza az, hogy vannak különböző munkafolyamatok az évszaknak megfelelően, és voltak ilyen összetűzések a szüleimmel, hogy én szerettem volna a templomba menni, de ők... Igen. Sajnos. Talán most azért örülnek, hogy elindultál, mindjárt kitérünk erre, tehát így az egyházi pályára. De gondolom ez is befolyásolta, hogy a középiskolát ennek jegyében választottad. Igen. Középiskolai tanulmányaimat Zalaegerszegen a Mindszenti József általános iskola és gimnáziumban folytattam. Ami úgy gondolom, hogy meghatározó volt életemben, mert ott is kiváló lelkipásztorok tanították a hittanórákat. Stróbel László atya, aki úgy gondolom, hogy egyben kemény órákat, de humoros órák is voltak. Igen. És ott is a lelkiség és az osztálymiség meghatározók voltak, és ott se volt kérdés, hogy az oltár körül szolgáljak. Nálad mikor fogalmazódott meg először, amikor azt mondtad, vagy legalábbis azt érezted szíved mélyén, hogy hát szeretnék pap lenni? Volt ilyen időszak, amikor így konkretizálódott? Úgy gondolom, hogy igen. Már úgy, amikor haladtam én is a gimnáziumi tanulmányom vége felé, így 11-12-ben, akkor már megfogalmazódott bennem az, hogy jó lenne papként szolgálni az Urat. És akkor nálunk azért volt egy plébános csere,
És akkor én úgy döntöttem, hogy még várok, még nem vagyok kész kimondani az Úrnak azt a hívására azt az igent. Vasárnapi szentmiséket ugyanúgy látogattam, és megfogalmazódott bennem az a hivatás gondolata, ami régen megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne azt az igent kimondani, és azt mondom, hogy Szabolcs atya ebben igenis, hogy támogat. Amikor ugye elmeséltem neki ezt a hivatásról szóló gondolatomat, akkor igenis azt mondta, hogy ott volt mellettem és támogatott. És a hivatásomban egy másik megerősítő kapocs viszont, az amikor Solymos András atyának volt az új miséje itt a Kármelben, és akkor Bucsú Szent Lászlón Szabolcs atya indított egy kis buszt ide szentelésre, de valahogy úgy volt, hogy én nem jelentkeztem rá. És valahogyan volt egy ilyen belső hívás, hogy üljek kocsiba és jöjjek le ide a Kármelbe. A Kármelhegyi búcsú előestén volt Solymos Andrásnak az új miséje, és igen, éjféli mise is volt akkor, és virasztás, régi szokás, hogy egész éjszaka vannak, akik itt maradnak, és a templomba virasztanak, vagy régebb hoztak sátrakat, lesátoroztak, és másnap ünnepelték a nagy, körmenetes búcsúi szentmisét. És persze hozzá tartozik az agapé, amikor az ember beszélget, mert sokszor az a legnagyobb probléma a templomi közösségekben, hogy nincs kommunikáció köztük. Eljönnek, nagyon szép, de utána el is mennek. De úgy tudjuk megismerni, úgy tudunk mély beszélgetéseket létrehozni, ha időt szánunk, meghallgatjuk, mert van, hogy élünk sokszor egymás mellett, és nem is ismerjük meg egymás gondolatait. Tehát kellett egy békés pillanat, nyilván ez kegyelmi hatás az ember, amikor leül, és kitárul a szíve. Én azt láttam benned azon az éjszaka, mert éjszakai beszélgetés volt, hogy a szíved nyitott. Ugye együtt mentünk a szemináriumba, ilyenkor én is felidézem, amikor elkezdtem annak idején 2002-ben a Veszprémi Boldog Gizella szemináriumban a kispapi éveimet, és én elmondhatom, hogy életem legszebb 6 esztendeit ott töltöttem Veszprémben. Te hogyan élted meg az a benyomás, és most hogyan éled meg ott lenni? Hát tanulmányokon nem muszáj nyilatkozni, mert az mindig válasz, de egyáltalán spirituális szempontból. Hát az első benyomásom így, amikor volt a beköltözés, hát nagyon fura volt. Ott hagyni az erdélyi életmódot, hát igen. Teljesen más életmód, Esztergom, nem Zala megye, és ilyen nagy nehézségek nekem nem voltak. Tehát ugye a beköltözés is csak annyi volt, hogy beköltöztünk, és utána mi egy lelki gyakorlattal kezdtünk, ami nagyon is jó volt, mert nem egyből az volt, hogy főiskolán nekiállnak tanítani, igen, és órákra járunk be, hanem a legelső egy lelki gyakorlat volt, ahol megismertük egymást, évfolyamtársaimat, és én azt mondom, hogy egy jó közösség alakult ki. Azt kívánom, hogy tényleg legyél jó emberhalász, legyél nyitott mindig a kegyelem befogadására, és ahová fogsz kerülni, ott tud megélni a papságodat. Legyél jó pap,